Dolgozik a kombájn egy nyílt telek és rakamasz közötti földterületen. Néhány hete már folyamatosan munkában vannak a gépek, az őszi árpa és a repce betakarítása már be is fejeződött, most néhány napja pedig sor került a búzára is. Szinte valamennyi kalászosra elmondható, hogy kedvezően alakult számukra az időjárás, a hűvös, esősebb idő jót tett a korán ültetett növényeknek, az utóbbi hetek szárazságának köszönhetően pedig nem késett jelentősen az aratás. A búza nyilván az később került sorra, hisz a tavaly őszi esőzések miatt ugye a vetések nagyon elhúzódtak, a korai vetések nagyon jól sikerültek, később ugye sárba, rosszabb minőségbe, vagy esetenként még műtárgyaszóróval is vetésre kerültek, azok viszont lényegesen gyengébben mutatnak, viszont induláskor nyilván a korai vetéseket, korai fajtákat vágtuk le, ez is nagyon szép eredményeket hozott, 8 tonna körüli átlagaink vannak eddig. A gazda hozzátette, országszerte és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkent tavalyhoz képest a vetésterület. Ennek fő oka, hogy még tavaly ősszel a folyamatos esőzések miatt sokan inkább más növénykultúrát helyeztek előtérbe. Pásztor András ennek ellenére azt várja, a technológiai fejlődésnek köszönhetően nem marad el a termés a korábbi évek átlagától. A búza felvásárlási ára még nehezen megjósolható, ez nagyban függ például a kukorica termésétől is. Ha a szárazság tovább tart és cimerányáskor nem kapja meg azt a mennyiségű csapadékot, ugye akkor jelentős terméscsökkenéssel kell számolni, akkor gondolom a búzára egy kicsit erősödni fog, de jelenleg is egy erősödő pozícióban van. A takarmány azon 62 ezer körül, a jobb minőségű étkezés az a 65 ezer, legalábbis jelenleg ilyen felvásárlására. Elsősorban a baromfisok vásárolnak, aztán a malmok, tehát gyakorlatilag. Ez én úgy gondolom, hogy indulásnak nem rossz jel a termelők számára. A vállalkozó elmondta, a következő években várhatóan újra erősödésnek indul az ágazat, az agrárium ugyanis minden eddiginél nagyobb támogatást kap az Európai Uniótól. Ennek nyomán most írják ki azokat a pályázatokat, amelyek a mezőgazdasági vállalkozások technológiai fejlesztéseit segíti elő. A gazda ettől azt várja, nagyobb versenyhelyzet alakul majd ki, ami tovább növeli a termelés hatékonyságát.